Igen, azért azt jó lenne, hiszen már annyiszor ismételődött előtte, akkor már maga is ismételje meg ugyanúgy. Fülös ütem van a BL2-vel. Az olyan kicsit olyan ingadozik. Ez a szünet van jelentőség annak a szünetnek. Ez itt mi? Ez csak valami. Nem, ez egy tanulmány akar lenni. Tanulmány akart lenni. Mert túl röviden voltam. Á, értem, de azt maga találta ki, ugye? Hát nem. Ja, értem. A szünet jó hosszú legyen. Vagy hát az első új az vonatkozhat a D-újra is. Tehát, hogy tagyé. Miért ne? Tehát az nincs megírva a nagykönyvben, hogy fölcsúszson arra az oktávra, hogy? Nem? De. Bár Popper, ugye, sokszor ezeket a vonalakat elsőség, előnybe hiszett. Ebben az esetben nyilván mehet. És a következő is. Hát ott már nem. Igen. Nem csúsz meg. Igen. Igen. Kettő-három felfényben. Lehet. Romantikus felfogásban lehet egy szép elnyújtott. Belefér. Azt nem tudom. Vagy nem. Akkor honnan? Hát megindulhat még egyszer a nóta, A-tól, jó? A metaforte, az miért lett áthúzva? Piánó lett helyette? Nem. Hanem több? Igen. Hát igen, kevés volt egy kicsit. Igen. Tehát az a rögtön a belépők. Az azért. Thank you.
annyira ne legyen hegyes, de kezdheti onnan a továbbiakat. Majdnem azt mondom, hogy én maradnék a változás.
Akkor második tanulni. Igen. Ja, most ez melyik volt? Hát ez most az volt. Ott már nincs. Igen. Aha, először. Nem baj. Vigyen így. Jó, másodszor. Yeah.
Igen, csak úgy elbizonytalanodik, miért. Úgy elmellett, most mit, mit csináljuk, mit tűnik, hogy az ne, ne jó? És azt mondja, igen. Ta ta ta.
inkább a C második felére legyen érvényes, jó? Ez még ide tartozik. És most már itt egy kicsit, ha gondolja a gitárra, jó? Még egyszer? Jó, jó.
Gyakorolja, ne olyan van.
kikács az jó. Az jó, hogy nem. Már hogy nem megzofagy. Hogy nem olyan sok. Azért van benne, mert nem szólnak meg. De ja, igen. Alapvetően is jön. Nyugodtan 8 hangot egy csoportba vegyen, tehát a oldalutat és a visszautat is egy csoportba, nem kell külön mindegyiket megjátszani.
fogjon két hangot. És ezt vizsgán kell bemutatnia, vagy hol? Tényleg? De az egész koncertet? Ne, az első tétel. Első tétel. Koncertus tétel. Hmm. No, de biztos azért ott a tanár, mert erősíteni akart valamilyen képességet, hát valamilyen közlekedést, hogy úgy mondjam. Hát valamit. Nem? Valamit. Ugye? Viszont a fekvésváltásnál azért szebb lenne, hogyha ahol a kantilénás részek vannak, hogyha azt valahogy így próbál elérni. Mondjuk egy-két hang között, ugye? Ahol ilyesmi van. De azokat kéne különösen szintén azon dolgozni. Tehát nem csak a mozgó részeken. Ilyen vegyes feladat. Igen. És mikor ez a vizsga? Ja, az május végén. Vagy 27, vagy 28. Egy napra összesülítik egy napra.
Ez azért függ tőlem, mert egyszerre tették a kabinét vizsgálni, meg a cselelési mind a kettő nyelvén kellett, és úgyhogy valószínűleg a klarinétra, mert ott csak én vagyok, nincs más. A klarinét, és a 28-án jönnének a többiek. Mármint tehát ti hárman, és még a becsövöl van, aki ilyen kis diplomázik. Az Anett is. És akkor itt már nagy területeket hallgatnak, szóval nem úgy, mint régen, hogy elpopogják. Hát azt hiszem, hogy a Déli Gyuri úgy végig szokta hallgatni. Igen, én is úgy jön. Jó, sőt, hát a